Több szakember vette fel egyszerre azokat a projektötleteket, amelyeket a sátoraljomújhelyi vállalkozók, civil szervezetek, intézményigazgatók hoztak az Európai Unió következő fejlesztési időszakának tervezésére. A Hétszínvirág óvoda tagintézmény vezetője az óvoda szakmai fejlesztésére és az intézmény felújítására szeretne pályázni. Nagyon régen készültünk arra, hogy megpróbáljuk bővíteni azokat a lehetőségeket, amik jelen pillanatban adottak számunkra. Ezek részben szakmai lehetőségek, részben pedig olyan égetően fontos lehetőségek, mint például fűtéskorszerűsítés. Számunkra ez egy nagyon-nagyon komoly és fontos megoldandó feladat, de ennek a feltételei eddig nem voltak adottak. Tehát részben ilyenen gondolkoztunk. Az önkormányzat már több éve gyűjti a tervezett projekteket, felújítási terveket. Most több mint 100 fölötti tervet töltöttek fel a megyei önkormányzat honlapján keresztül. Papírformátumban készen vagyunk, de a program kitöltése az feltétel annak, hogy a megyei fejlesztési programba egyáltalán belekerülhessenek ezek a fejlesztési elképzelések Sátoraljomújhely részéről. Azt tudom mondani, hogy 100 program van legalább, amit be szeretnénk nyújtani, még attól is több, akkor azt gondolom, hogy mindenki látja, hogy milyen komoly előkészítő munka volt mögöttünk, és ha azt mondom, hogy ez csak az első lépés, még a java akkor jön, amikor a pályázati rendszer működésbe lép, és kírják a különböző szektorokra a pályázatokat. A projekt javaslatok összegyűjtése előtt információs napokat tartottak a megyei önkormányzat szakemberei. A fejlesztési ügynökség legalább 1500 projekt feltöltésére számít, ennek több mint felét már felvették a megyéből. Az ötletek összegyűjtése december 12-éig tart. Aki a személyes konzultációkról lemarad, az Miskolcon kaphat segítséget a feltöltéshez. Emellett van egy olyan feltöltési lehetőség, hogy aki lemarad itt is most is mondjuk vállalkozó, mert nincs itt, az Miskolcon a Bokikba be tud menni, és a Bokiknál van egy állandó feltöltőpont, illetve a civilek részére is van, hogyha aki esetleg ma még nem lenne itt, meg nem jutott volna el, az Miskolcon van szintén egy civil feltöltőpont, ezt a Bazmegyi Önkormányzat honlapján el lehet érni mindegyik. A legközelebbi személyes konzultációs időpont térségünkben Cigándon lesz december 6-án.